szolgálok, nem emlékszem ilyen sok emberre, hogy megtöltöttük volna. Hálásan köszönöm mindenkinek, aki ma este eljött erre az evangelizációra. Adja Isten, hogy áldott legyen ez az este is. Szeretettel köszöntelek titeket az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Tekintetemet a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Szeretett testvéreim, magasztaljuk a mi Urunkat énekszóban, és énekeljük a 151. dicséretünket fennállva, a 151. dicséretünket éneklapunkról, énekeskönyvünkből. Uram Isten, siess minket, megsegít! Yeah.
Mennyei édesatyám, hálásan köszönjük neked ezt az alkalmat. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket. Estéről estére kísértél bennünket lelkeddel, és adtad az igét, hogy az növekedjék bennünk, és életet adjon. Kérünk, Urunk, ez az estén is, te csendesítsd le szívünket. Kérjük a te szent lelkedet, hogy jöjjön és segítsen megérteni azt a szót, amit személyesen nekünk szánsz, amellyel meg szeretnéd szólítani életünket. Urunk, tudjuk, valljuk az igével együtt, hogy te igaz Isten vagy. Így várjuk, és így szeretnénk komolyan venni mindazt, amit te mondasz nekünk. Hadd jusson el szívünkig az emberi szón keresztül a te újjáteremtő szavad, és legyen a számunkra vigasztalás, bátorítás, feltés, feloltozás. Urunk, ajándékozz meg minket azzal, amit te tartasz most a legfontosabbnak. Amen. Szeretett testvéreim, az az ige, amelynek alapján bizonyságot kívánok most tenni előttetek, Isten szent lelke segítségét kérve és várva, írva található Máté evangéliumának a 8. fejezetében, az 5. verstől a 13. verset bezárólag. Míg Isten igéjét felolvasom, s arról bizonyságot teszek, hittel s figyelemmel leülve. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, oda ment hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai van. Jézus így szólt hozzá: elmegyek, és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatodom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el és elmegy, és a másiknak: jöjj ide és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, hivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Szeretett testvéreim! Egy történet szerint egy maihoz hasonló evangelizációs alkalom végén váratlanul egyszer csak egy férfi felállt a helyéről, és a következőket mondta: én elfogadom Krisztust, megváltom. Ez a férfi a következő este a karján egy törékeny kisfiúval érkezett a templomba. A lelkipásztorhoz lépte, csendesen a következőket mondta: ez a kisfiú az én Józsikám. Az orvosok szerint már nem élhet sokáig. A lelkipásztor ránézett a gyermekre, látta, hogy arca nagyon fehér, karjai vékonyak. Ezután az édesapa karjába véve beteg gyermekét, kiállva a gyülekezet elé, büszkén mondta bizonyságtételében a következőket: ő Józsika,
Ő vezetett el engem Krisztushoz. Ő az, aki a héten minden este így szólt hozzám. Édesapám, én nem mehetek veletek a templomba, de édesanyja elmegy veled. Én pedig egész idő alatt imádkozom. És esténként, ahogyan hajlékomba benyitottam, a gyermekem a kis mankójával mindig az ajtóig jött. Én karjaiba vettem. És ilyenkor minden este megkérdezte. Édesapám, elfogadtad ma az Úr Jézust? Tegnap este azonban más dolog történt. Tegnap este, amikor hazaértem és magamhoz öleltem, már nem tette fel a kérdést. Ehelyett arcoskáját a vállamba temetve, könnyes örömmel mondta. Édesapám, én tudom, hogy te ma este elfogadtad az Úr Jézust. Majd így folytatta a férfi a gyülekezet előtt a bizonyságtételt. Testvéreim, én azért állhatok itt közöttetek, és tehetek bizonyságot Krisztusról, mint megváltomról, mert az én gyermekem kitartóan imádkozott érte. Szeretett testvérek, a vasárnap esti alkalmon nemes borzován hallottuk is, a mai köszöntőben is hallottuk, hogy jó, hogy itt vagytok. Én is ezt szeretném először is megerősíteni bennetek, hogy jó, hogy itt vagytok. Jó, hogy valami, de sokkal inkább valaki ide vezetett titeket. Talán egy nyugodt órára vágtál, drága testvérem, egy zavaros és fáraszló nap végén. Talán a rád nehezedő terhet hoztak ide. Talán a közösség utáni vágy, mert nem jó otthon egyedül lenni. De én hiszem, hogy mindezeken túl Isten szent lelke munkája az, hogy itt vagy, és azoké az imádságoké, melyek évek, évtizedek óta érted, életedért hangoznak és hangoztak. Az iménti történetünkben szereplő törékeny gyermek imádsága nem csak a templomig, hanem egészen Jézusig vitte az édesapa életét. Aki talán először csak gyermekének szeretett volna kedveskedni azzal, hogy estéről estére elment az alkalomra. Aki talán Jézusban csak az orvos, mint kisfiának az utolsó esélyt látta. És ez az édesapa végül megtalálta Krisztusban az ő megváltóját. Szeretett testvéreim, ez az estén Isten igéje egy olyan emberről szól, akit hite, tulajdon gyermekeként szeretett szolgálnak a betegsége vitt el Jézushoz. Ez az ember a kapernaumi százados, aki egy kis római helyőrségnek volt a parancsnoka, aki az élet minden területén hatalommal bírt, bárkinek parancsolt. Sok mindent tudott, sok minden felett állt. De a betegséggel, a halállal szemben tehetetlen volt. A bénán fekvő, kínok között szenvedő, kedves szolgáján nem tudott segíteni. Viszont tudta, hogy ki tud. Hogy kihez érdemes fordulni. Ezért a ma esti evangélizációs alkalmon nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mit is tett ez a százados. Mi volt arra Jézus válasza, és mindez mit üzen nekünk személyesen. Az első dolog, amit jó, ha látunk az igéből, hogy mikor ment oda Jézushoz a százados. Igében a válasz így hangzik, amikor Jézus Kapernaumba érkezett. Így logikus, gondolnánk. De mégis gyakran az ilyen egyszerű összefüggéseket nem veszik észre. Nem tartózkodott Jézus mindig ott Kapernaumban. Most megérkezett, és a százados egyből ment. Élt a lehetőséggel. Megragadta az alkalmat. És Pál apostol így figyelmeztet bennünket az igében. Az alkalmat áron is megvegyétek, mert a napok gonoszak. Tudjuk, hogy az ördög mindig azon munkálkodik, hogy halogassuk. Halogassuk el döntésünket. Mindig azt sugallja a sátán, hogy ó, hát lesz még alkalom.
honnan tudhatjuk, drága testvéreim? Meg kell ragadnunk minden adódó alkalmat, evangélizációs estéket, Isten tiszteleteket, hiszen ezek minősített idők, amikor is Krisztus zörge szívünk ajtaján, hogy megnyissuk előtte, és befogadjuk őt. Eszünkbe juthat Mária és Márta története, mikor Jézus a tanítványaiból együtt nála vendégeskedett. Márta sürgött, forgott, Mária Jézus hallgatta. A jó részt választotta. Kihasználta az adódó alkalmat. És így tett igényben a római százados is. Egyenesen ment Jézushoz. Nem késlekedett, sietett hozzá. És nem érte be azzal, amit hallott Jézusról. Magával, Krisztussal akart találkozni. Nem torpant meg a küszöbön, nem fordult vissza. Mi hányszor teszünk így, mint azok a betegek, akik talán órákat várnak egy kezelésre, és hirtelen megújulnak. Már nem is fájott a rendelőben annyira az a fog, az a láb, az a kéz, inkább hazaindulnak. Sokan tesznek így lelki értelemben. Eljönnek a templomba, de szívüket nem nyitják meg, nem nyitják a Krisztus gyógyító igény előtt. Jézussal nem keresik a személyes kapcsolatot. Hát drága testvéreim, mi ne így tegyünk. Érkezzünk meg Jézushoz teljes valónkkal és teljes életünkkel. És miképpen szólal meg a százados Jézus előtt? Azt mondja, hogy Uram, pedig ha valakinek, akkor ennek a római katonának egyetlen ura volt, gondolnánk mi, maga a császár. Ő volt mindenek felett. Élet és halál ura. És ez a százados Jézus még felette állónak is tartja. Pedig a farizeusok is mesternek szólították Jézus. Mester! E pogány katona pedig azt mondja, Uram! És ez a megszólítás tulajdonképpen egy szóból álló hitvallás. Hitvallás Jézus mellett. Úrnak tekinti Jézust. Tudja és hiszi, hogy ő Úr mindenek felett. Testvéreim, mi milyennek ismerjük Krisztusunkat? Olyan sok imádságunk tétova, olyan sok imádságunk bizonytalan. Vajon hallja-e? Megadja-e? Segítő? Tele vagyunk kérdésekkel és kételyekkel. Ennek az embernek nem volt kérdés az, hogy Jézus segíteni tud. Uramnak szólítja. Tudunk-e mi így tekinteni Krisztusra, és így hallgatni az ő szavára? Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Testvéreim, ebben az őszinte mondatban két fontos szó elhangzik. Az, hogy Uram, és az, hogy otthon. Elhangzik, szinte egymás mellett ott állnak. Jézus elé lép, ez a katona, és azt mondja, hogy Uram, otthon. Ez a katona őszintén elmondja, hogy mi van otthon, az ő otthonában. Most éppen baj van. Testvéreim, mi el tudjuk-e mondani őszintén imádságainkban, hogy mi van nálunk otthon? Hogy mi van a mi otthonainkban? Békesség vagy veszekedés? Öröm vagy fájdalom? Egyáltalán otthon érezzük magunkat, ami otthonunkban? És ami a legfontosabb, otthon van-e nálunk Jézus? Tudunk-e vele, szoktunk-e vele így beszélgetni? El tudjuk-e mondani azt a idézetet, amely sok kis fali táblán ott áll egy-egy bejárati ajtó felett? Krisztus a gazdája ennek a háznak. Láthatatlan résztvevője minden együttlétnek, csendes hallgatója minden beszélgetésnek. Istennek igenis fontos, hogy mi van nálunk otthon. Az ember igazi lelki megújulása akkor kezdődik, amikor úgy megy, mint a százados Jézushoz, és elmondja, el tudja mondani, hogy mi van nálam otthon. Mi van az én családomban, mi van az én gyermekeimmel, unokáimmal, mi van az én
feleségemmel és férjemmel. Tudjuk-e őket, az ő életüket őszintén imádságban Krisztus elé vinni? Hogy elmondhatjuk, hogy Uram, most az én lelkem fekszik otthon bénán. Az én lelkem beteg, mert gyenge, mert erőtlen, nincs használatban, nem kap elég lelki táplálékot. Segíts rajtam, Uram! És mit mond erre Jézus? Elmegyek és meggyógyítom. Mit üzen nekünk Jézus válasza? Itt vagyok, gyermekem, hogy meggyógyítsam lelkedet, hogy rendezzem életedet, és békességet hozzak a te otthonodba. Mi a mi válaszunk? A százados válasza eképpen hangzott. Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. A százados válasza nagyon sok mindent elárul róla. Az ő gondolkodásáról, az ő hitéről. És több dologban kérdez bennünket személyesen. Először is, hogy figyelmes és tapintatos volt. Ez a százados pogány ember. Vallás értelemben tisztátalannak tekintették. Ha Jézus a hajlékába lép, tisztátalanná válik. Ez volt a kor szokása. Ettől akarta őt megkímélni. Milyen figyelmes, mondanánk ma. De sokkal inkább döbbenetes. Egy pont egy római katona beszélt ilyen alázattal Jézusról. Pedig abban a korban nagy gunnyal beszéltek egymással zsidók és rómaiak. Testvéreim, keresztény emberként ott kell lenni a szívünkben ennek a figyelmességnek és tapintatosságnak. És ebben is tanulhatunk Jézustól, ki mindig olyan gyengéden fordult a bűnös emberhez. Jön, olvashatjuk a mai igényben, ilyen gyengé szeretettel közeledett Zákeus felé. Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállni. És ilyen gyengé szeretettel fordul hozzám és hozzád mindnyájunkhoz. Mert ő nem a vesztünket akarja, hanem azt, hogy éljünk általa. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. A másik dolog, ami benne rejtőzik ebben a mondatban, hogy a százados a maga tisztátalanságától is védi Jézust. Mert Jézus Krisztus közelében látja, érzi, hogy ő tele van bűnnel. Jézus pedig tiszta és szent. A kettő együtt, egy pedig alatt nem tartozkodhat. Mintha Pétert hallanánk nagy halánszak után. Uram, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Uram, hol vagyok én tőled? Te tiszta, én bűnös ember vagyok. Mondja a százados, meglátva, felismerve Jézus közelében az ő bűneit. És vajon mi beismerjük Isten előtt vétkeinket? Vagy szívesebben soroljuk másokit? Isten különös ajándéka, amikor egy embernek megengedi meglátni, felismerni életében bűneit. Amikor az ember annak láthatja életében lévő bűnöket, aminek Isten is látja. Kérjük, Krisztus fénye rávilágítson életünkre, bűneinkre, és azokból adjon számunkra szabadulást. A százados nem csak egyes bűneit látta meg Krisztus közelében, hanem, és ez a leglényegesebb, ő felismerte Krisztus fényében azt, hogy ő mindenestől fogva bűnös. Isten kegyelme nélkül ő elveszett. Mi milyennek látjuk önmagunkat, ha beletekintünk az ige tükrébe? Jónak, szépnek? Vagy látjuk, hogy bűnös emberként Krisztus bocsánatára és bizony szabadítására van szükségünk? Lukács evangélista leírja szintén a történettel kapcsolatban, hogy a zsinagóga vezetői elmentek Jézushoz és közben jártak ezért a századosért.
hogy segítsen neki Jézus. És azt mondták ezek a zsinagógai előjárók, hogy a százados jó ember. Kórusban mondták, hogy méltó rá vagyunk, hogy segíts neki. És még ezek az emberek együtt azt hangoztatták, hogy méltó rá, a százados csendesen csupán annyit mondott, hogy Uram, nem vagyok méltó. Uram, nem vagyok méltó, hogy eljöjj hozzám. Mert azok az embereknek a századosnak csak a tetteit látták. A zsinagógát építetett nekünk, hogy jó bánik szolgáival. De maga a katona ismerte bűnös, kegyelemre szorult életét. Testvéreim, hogyan juthatunk el egy ilyen igaz és helyes ismeretre? Hogy láthatjuk meg bűnös életünket úgy, hogyan Isten is látja? Úgy, hogyha eljutunk, oda találunk Krisztus Golgotai keresztjéhez. Emlékszünk a nagy pénteki történetre. Jézus Krisztus keresztre feszítés előtt mit kiabál a tömeg? Méltó a halálra. Feszíts meg, mert méltó a halálra. De az egyik ott lévő Lator, mit mondott Lator társának, aki gyalázta a mellette lévő megváltót? Azt mondta, ne gyalázd a megváltót, mert mi a bűneink büntetését szenvedjük. Ő pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. Majd Jézushoz fordult, könyörülj rajta. Jézus pedig ezt válaszolta neki, ma még velem leszel a paradicsomban. Szeretett testvéreim, mert aki elfogadja, és azt tudja mondani őszintén, hogy én megérdemlem a büntetést, az kap Krisztustól bocsánatot. Aki el tudja mondani, hogy Uram, én nem vagyok méltó, az meghallja, hogy megbocsátottak a te vétkeit. Eredj el békességgel, menj el, és legyen a te hited szerint. Augustinus írja az egyik művében a következőket a századosról. Magát méltatlannak tekintve arra, hogy Krisztus belépjen a háza ajtaján, méltóvá lett arra, hogy Krisztus belépjen a szívébe. Magát méltatlannak tekintve arra, hogy Krisztus belépjen háza ajtaján, méltóvá lett arra, hogy Krisztus belépjen az ő szívébe. És a százados befogadta Jézust a szívébe. Új életet kapott Krisztusban, és ráadásul szolgája is meggyógyult, még abban az órában. Szeretett testvéreim, használjuk jól ki az adódó időt. Addig menjünk Krisztushoz, még tart a kegyelem. El ne késünk, mert ő vár bennünket. Kész megváltani életünket, csodát tenni bennünk, csodát tenni otthonunkban. Ne torpanjunk meg a döntés pillanatában, hanem alázattal mondjuk, hogy Uram, nem vagyok méltó hozzád. Én bűnös ember vagyok, de te meg tudsz szabadítani bűneimtől, megkötözettségeimtől, a haláltól és élettel, új élettel, sőt, örök élettel tudsz engem megajándékozni. Jöjj az én szívembe, és foglald ott el az első helyet, és légy Uram és Királyom. Jézus ma is kész az őszinte imádságunkra felelni. Menj el, és legyen a te hited szerint. Megyünk vissza otthonainkba. Megyünk vissza az evangélizációs esték után, vissza a hétköznapokban. Szeretett testvéreim, tegyük ezt élő hittel, átadott, és megújult élettel. Ámen. Jöjjétek testvérek! Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked szabadat, amely életre hív bennünket. Köszönjük, Urunk, a százados példáját, aki időben, semmit nem halogatva, őszintén tudott eléd menni. Őszintén tudott veled beszélni,
elmondani, mi van otthon nálad. Tudod alázatos lenni, és benned új életre lelni. Bocsáss meg, Úr Jézus Krisztus, ezt a sok-sok hűtlenséget és félelmet, amely bennünk lakozik. A tétovaságot, a halogatást, adj nekünk, Urunk, hogy igéd fényében meglássuk, a Te közelségedben lássuk, hogy mennyire Te kegyelmedre szorult a mi életünk. Könyörülj rajtunk, Urunk, bocsáss meg bűneinket, és ajándékozz meg bennünket, Urunk, új élettel, olyan élettel, amely neked tetsző, amely téged szolgál, és téged dicsőít itt Szatmárban. Kérjük, Úr Jézus Krisztus, légy a mi otthonainkban, mi szeretteinkkel, légy, Urunk, mi betegeinkkel, légy, Urunk, a közelben és távolban élő szeretteinkkel, légy, Urunk, egy gyülekezettel. Könyörülj meg, Urunk, Szatmár népén, adj ébredést, megújulást, hogy tudjunk téged dicsőíteni szavainkkal, életünkkel, cselekedeteinkkel. Mert, Urunk, hisszük, tudjuk, hogy éretted és átadad van minden. Téd legyen hát a dicsőség most, és örökkön örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Jézus ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok az Úr áldását. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ülekezet foglalja el helyét. Isten megszólító szavára feleletképpen énekeljük a 395. dicséretünket. A 395. dicséretünket mind három versével, Isten szívén megpihenve, fordjon szívünk egyre. Yeah.
Isten mindig rápidít az emberre, és nagyon sokszor szégyenbe hoz bennünket. És az azért van, mert mi nagyon sokszor kicsi hitűek vagyunk. Én természetszerűen mind a négy alkalommal részt vettem az egyházmegyei evangelizációnak az őszi terminusában. Nemes Borzován teljesen tele volt a templom, 200 főtől is jóval többen voltunk. Aztán átmentünk Sonkádra, 200 fő körül, de ott is teljesen tele volt a templom. Aztán tegnap Urában már csak olyan 160-an voltunk, de az a templom egy picit kisebb, ott is tele volt a templom, és ma, amikor átjöttem innen a szomszédból, akkor gondolkoztam, hogy hát lehet, hogy valami sorrendiséget változtatni kellett volna, hogy ki tudja, hogy tele lesz-e a templom. És lássunk csodát, tele van a templom, az összes közül a legnagyobb. A kisebb templomok közül, mert ennek a mostani sorozatnak az volt a célja, hogy olyan helyekre is menjünk el, ahol nem volt még egyházmegyei evangelizáció, ahol talán jóval kisebb a gyülekezet és jóval kisebb a templom, és töltsük meg azt a templomot. És úgy gondolom, hogy talán boldogult emlékű Anna néni, Korponai Anna, Markosi Sándor bácsinak a felesége, aki a saját kezével festette ezeket a padokat, megszégyenítve sok-sok műemlékes munkát, én szerintem pedig neki nem hiszem, hogy ilyen végzettsége lett volna. Ő se gondolta azonban az időkben, amikor ez a munka készült, hogy olyan is lesz, hogy úgy tele lesz a templom, hogy nem látszik a festés, mert még előtte is ülnek. Én nem vagyok nagy internetes ember, de az egyik kollégám, aki a szervezésben részt vesz, ma a következőt mondta nekem. A világ minden tájából érkeznek jelzések Magyarország messzi vidékeiről is, így az interneten, Facebookon keresztül, és a visszajelzésekből világosan lehet látni azt, hogy azok a távoliak, akiknek talán valamikor volt közük szakmához, vagy talán egyáltalán, ők is értik, hogy miért vannak ezek az alkalmak. Hogy milyen jó együtt lenni nekünk, hogy milyen jó együtt énekelni, beleborsózik az embernek a háta, amikor ilyen erőteljes éneklést hall, milyen jó nekünk együtt imádkozni, és milyen jó nekünk egymás hite által is épülni. Nincs más utunk, úgy gondolom, evangelizáció volt és lesz is majd, ahogy a négy esztendeje minden őszön és tavaszon elosztva, úgy, ahogy éppen sikerül. Evangelizáció azt jelenti, hogy a jó hírnek a hirdetése, Isten szeret, az ember földi boldogságát és örök életét akarja és munkálja, hogy van bűn ebben a világon, mert van, de van bűnbocsánat, és van örök élet. És ez a lényeg. És én ebben a reményben adok hálát a mindenható Istennek ezekért az alkalmakért, és köszönöm meg a este szolgálatlevőjének, nagy tiszteltük Kálmán Dávid Mételeki lelkipásztornak, hogy hirdette közöttünk Isten igéjét. Megköszönöm a Győrteleki gyülekezetnek, lelkipásztornak, hogy helyet adtak nekünk, és ilyen nagy szeretettel fogadtak bennünket. Megköszönöm mindenkinek, aki az esti alkalmakban valamilyen szolgálatot, akár éneklésben, énektanításban, akár kántorizálásban végzett közöttünk. Abban a reményben, hogy a megváltott négy boldogsága az a miénk is lehet, hogy az Izsaiás proféta mondja a 60. fejezet első verseiben, és csak így lehet nekünk megmaradásunk és megtartatásunk itt szakmában. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajta. Világosságot hoz népek jönnek, és királyunk a rád ragyogó fényhez. Emeld föl tekinteted és nézz körül, mindnyájan összegyűltek, és már jönnek hozzá.
fiai messzire, leállóban, ölve hozzá. Meglátod, örömbe terülsz, újjóba repes a szíved. Úgy legyen. Amen. Keresztény testvéreim, most pedig énekeljük el együtt a himnuszt, orgona kíséret kívül, és arra kérném a gyülekezetet, hogy álljunk föl, és várjunk meg, míg a gyülekezetnek a kántora elkezdi az éneket, nemzetünk imádságát. Kedves testvéreim, nagy szeretettel köszönöm meg a ma estét mindjártoknak, különösképpen azoknak, akiknek ebben nagyon szerves része volt. Így legelsőképpen nagy tiszteletünk Kálmán Dávidnak, aki vállalta a mai este szolgálatát, és hallottunk tőle arról, hogyha az Úristenhez, az Úr Jézus Krisztushoz alázatos szívvel tudunk oda menni, keresésünk után rátalálni, akkor sokkal többet kaphatunk, mint amit reméltünk, mint amiben talán hiszünk. Adja Isten, hogy ez így legyen mindannyiunk életében, ma is keressük és találjuk meg őt, és áldja meg nagy tiszteletű urat, családját, szeretteit, szolgálatait és a gyülekezeteit, hogy még sokszor, sokáig elmondhassa az Istennek szeretetéről szóló üzenetet, hiszen ez a négy este számomra olyan üzeneteket rejtett, amelyből mindegyikből, aki hallotta, aki ott volt, aki csak a hírét hallotta is, azt vihette magával, hogy az Istennek olyan mérhetetlen a szeretete, hogy a legapróbb dologban, de ilyen hatalmas dologban is úgy tud megtalálni bennünket, ahogy nem is hitt. Nem is gondoltuk, mint ahogyan a mai estén is. És külön köszönöm nagy tiszteletű Szalai Pont Esperes úrnak, a missziói bizottság tagjainak, az egyházmegye vezetésének, hogy gondoltak arra, hogy legyenek ilyen alkalmak szakmában, mert nagyon fontos ez nekünk, nagyon jól esik a lelkünknek, és örömmel, szeretettel várjuk a következő alkalmakat. És szeretnék még köszönetet mondani, nem kiemelve és nem hátrahagyva senkit, de mégis, mert nagyon nagy szolgálatot végeznek, nagy tiszteletű Nagy György Máté Szalka kertvárosi lelkipásztornak és az ő gyülekezetének tagjainak, hiszen az ő munkájuk nyomán kaphatunk mi minden este egy kis igéskártyát, amit magunkkal vihetünk. Hálásan köszönjük ezt a szolgálatot is, meg a plakátokat, amik hirdetik ezeket az alkalmakat, szintén nekik köszönhetjük. Köszönjük azt, hogy lelkészeink között
olyan csodálatos hangúak is vannak, mint nagy tiszteletű pálinkás Halódi Beáta, aki ma este is és a tegnapi estén is vezette az énekes szolgálatokat. Isten áldja meg őket, őt is szeretteivel együtt, és adja, hogy mi lelki pásztorok így egymás területén és egymás helyein is tudjunk szolgálni szeretettel, segítve egymást. Köszönjük szépen ezt a szeretetet és ezt a szolgálatot is. És szeretném megköszönni az enyéimnek is a ma esti értett szolgálatukat, Gondnak úrnak, presbitereknek, gyülekezetem tagjainak. Olyan jó volna, hogyha még lenne ilyen Győrteleken, hogy ilyen jól, ilyen sokan együtt leszünk. Hogyha Isten kegyelmes lesz hozzánk, akkor reméljük, ezért imádkozunk, hogy hamarosan ünnepelhetjük mi is azt, hogy megújul a templomunk. Adja Isten, hogy így legyen, és legyen része mindenkinek benne, meg még többeknek, akik ma este is itt voltak. Köszönöm, hogy együtt lehettünk, és együtt örvendezhetünk Isten szeretetének. Most pedig szeretném ismét átadni a mi kedves kántorunknak, Gyula bácsinak a szót. Menj be, lakó én Istenem! Először ezt énekeljük, az áró énekelünk. Csak vezess, Uram, végig is fogtok.